A szocialisták még azt is mondták a káoszon túl, meg hogy legalább büntetés ne legyen, ha már káosz van, hogy a kormány korrupciójának áraként tekintenek az elkerülő utak és a bevezető szakaszok fizetőssé tételére. Narangozó Tamás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyha ez a kormányzati korrupció ára, hogy valahonnan elő kell teremteni azt a pénzt, amit mondjuk mások hazavisznek, vagy már hazavittek, akkor ez nagy pénz lenne. De eddig ezt meg úgy senki nem mondta, hogy ez ilyen jelentős pénz lenne ez a megye matrica, hanem hogy pont az a lényeg, hogy nem is értik ezt a nagy káoszt ahhoz képest, amennyit ez hozhat a költségvetésnek. Akkor ez így nem stimmel. Ez a 20-30 milliárd forint, amit állít a kormány, be akar ebből szedni, szerintem az se kis pénz, és nyilván nem az egyetlen ilyen intézkedés, ahonnan szedik a pénzt, hiszen a metadóval kezdődött, amit ugyan visszavontak, de az élelmiszerfelügyeleti díj bevezetése, ami gyakorlatilag az élelmiszer árakat fogja megemelni a következő időszakban, vagy talán emlékeznek még rá a alapvető tisztálkodási cikkekre kivetett külön adó, és most még hosszan mehetnénk, amit az elmúlt egy hónapban. És a művirág, a kedvencem, a művirág, amit még mindig nem sikerült. Megtudom, kinek fájt. Tehát ki volt az, aki otthon az asztalra csapott, hogy ezt a rusnya művirágot azonnal megadóztatjuk? Nem akarok olcsó poént elsütni, ugye, de csak gondoljunk a klasszikus kósaféle nyilatkozatra a kupakos ügyről. Nyilván ezt azért tudták megtenni, mert egy bizonyos környezetvédelmi díj fedő néven tudták a műanyagvirágot jól megadóztatni. De az mekkora tétel lehet a műanyagvirág megadóztatása? De majd megkérdezem Kósa Lajost. De sokkal komolyabb tételek is vannak. Csak szeretném mondani, hogy az a termékfelügyeleti díj, ami az élelmiszerre rárakódik, az nagyjából netadónyi pénzt, vagy még annál többet is be fog hozni a kormánynak, csak nem direkt befáj az embereknek, és nem látták első körben, meg nem értették talán annyira egyértelműen, mint az internetadónál, hogy mit fog hozni. Szóval ezek az új adók, amiket az utolsó hónapban ötletszerűen az asztalra tettek, ezek mind erről szólnak, amit mondtunk. De ez most még ötletnek is rossz, bocsánat, mert hogy ha ötlet, és van pénzbeszedési akció, hívjuk adónak, tehát hívhatjuk szebb nevén is, hívhatjuk népiesebb nevén is, hogy pénzbehajtás, akkor azt úgy azért ki szokták dolgozni. Na de itt valaki fogott egy bazivastag piros filctollat, és elkezdett rajzolgatni a térképen. Sajnos az embernek ez az érzése. Senkit nem akarok megsérteni. Sőt, az, de az érzése, hogy ezt már a szilveszteri mámor közben csinálta, tehát ami hát, a minőségűre hogy itt egyik napról, gyakorlatilag minden nap derülnek ki dolgok, hogy ott nincs is lehajtó, vagy amott van a benzinkútnál egy áthajtó, ha ott lemegy valaki, akkor ezt ki lehet, a második megyét ki lehet hagyni, hogyha a benzinkúton átmegyek így 120-szor. Tehát, hogy az Index összeszedett mint egy 13 kis bibit ezzel kapcsolatban, és még csak hányadika van? Mit tudom én, ötödike? Ötödike. Tudja, ami sokkal felháborítóbb, hogy még a matricákat nem lehetett megvenni, és ha jól tudom, amíg a mai napig sem működik, azért a matrica ellenőrző kapuk és a matrica ellenőrző rendszerek, sőt a mobil autókat is, gondosan kiáltották meg január 1-én és 2-án is az új célére. Azok hogy lettek meg ilyen pontosan és gyorsan? Úgy, hogy ez a rendszer készen volt, más típusú matricákat tudott ellenőrizni, most ezt is tudja. Okay. És ennek az egésznek szerintem a minta példája az, amit az M3-as kivezetőjén csináltak, hogy felálltottak egy olyan mobil matrica elárusító helyiséget, ahova csak autópályán lehetett, már az új fizetős kivezető szakaszon lehetett menni, ahol egyébként van egy olyan fix kapu, ami mindenkit szeretné megmutatni, mindenkit lefényképezett, aki oda ment matricát venni. Tehát a mobil helyen megvette, az már azonnal a 1500 forintot buke, de ami sokkal bosszantóbb még benne, nem csak 1500 forintról beszélünk, hanem majd az ügyfélszolgálatra személyesen kell bemenni, igazolniuk, hogy ők ezt befizet, illetve hogy vettek egy matricát. Ezért volt ma az a kezdeményezésünk, felhívtuk a kormányt, hogy módosítsa ezt a rendet. Segítünk is nekik, mert egy mondatot kell csak átírni benne, hogy aki a kormány hibájából, tehát most január 1 és 31 között kerül ilyen helyzetbe, annak nem csak a büntetést engedjék el, hanem ezt a díjat se kelljen befizetnie, noplán ne kelljen személyesen megjelennie, hiszen a pofátlanság teteje tényleg az, hogy egy elektronikus UDI-rendszernél, egy elektronikus matricarendszernél, ami egy elektronikus adatbázis, tehát nyilván SMS-be veszük, e-mailen, számítógépen rögzíti, tehát mindent pontosan látnak, hogy melyik autón van, mely matrica, melyiken nincs, azért majd még az emberek menjenek el személyesen, és a kis papírfeszint mutassák be. Milyen papírfeszint mutatok be egyébként? Az, hogy vettem helyette havit, és hogyha hetit, azt online vettem, akkor azt hogy mutatom be? Majd viszem az SMS-t, vagy és azt elhiszik, hogy az SMS az... De ez a lényeg, hát ő pontosan látja az én rendszámomat beütve, és gondoljon bele, hogy március 1 lesz a határidő, majd
A média elkezdi mondani, hogy hölgyek, urak, egy-két nap van már csak vissza, és akkor megint annak leszünk szemtanúi, hogy százak meg ezrek fognak sorba állni, hogy elintézzek ezt a dolgot, és személyesen menjenek azon néhány pontra, mert csak az ügyfélszolgált irodákon lehet ezt megtenni. Elképesztően cinikus. Egy dolgot viszont nagyon jó lenne rendbe tenni abban a szempontból a fejekbe, hogy a kormány nagyon hazug propagandát folytat, és úgy látom beszélgetve sok emberrel, hogy átjött sajnos. Hogy ez így milyen olcsó? Hogy a kettő, tehát az, hogy ők fizetőssé tették az M0-ást, a lehajtók, vagy a bevezető szakaszokat, a hidakat, meg a között, hogy van megyei matrica, semmilyen összefüggés nincsen, tévedés ne essék. És mi is ma csak azt mondtuk, hogy a megyei matricával kapcsolatos anomáliák tudni, hogy nem lehet megvenni, amiatt senkit ne érjen kár, mert a kormány egyébként alkalmatlan arra, hogy ezt bevezessem. Ön is mondott, tehát hogy egy vicc, ahogy az egész előlet készítve, mondjuk kevésbé vicces, mert az emberekről húzzák le a pénzt. És a között, hogy fizetőssé tették ezeket a szakaszokat. Továbbra is azt mondjuk, hogy ezeket a fizetős szakaszokat meg kell szüntetni. Egyébként a megyei matrica maradjon ingyenes, a megyei matricának lenne. Annál mondjuk így vettük fel rá az uniós támogatást. Igen, és egyébként pedig a megyei matricának persze, akkor az tényleg egy kedvezményes dolog, hiszen az eddig is fizetős szakaszokat lehet a költséget csökkenteni, valaki csak a megyén belül mozog, ugye ez az autópályán. Na de a kettőt állandóan összemossák, és úgy adják elő, mintha ez az egymás feltétele lenne, ami nem igaz. Tehát azt követeljük mi is, hogy vonják vissza ezeket a fizetős szakaszokat. Külön ma megszólítottam Hende Csaba miniszter urat, ami egyébként szintén egy tragikomikus része volt. Azt mondta, hogy a kormányban hülyének nézték Hende Csabát. Miért mond ilyen csúnyán? Azt mondtam, hogy két lehetőség van. Ugyanis Hende Csaba ugye azt állította, hogy garantálja, hogy a 86-os út nem lesz fizetős. Majd amikor meglátta ő is a rendeletet, akkor adott egy interjút, és azt mondta, hogy az elfogadhatatlan, előkészítetlen, és ő személyesen fog egyébként ebben az ügyben interveniálni, akár a kormányülésen is. Én erre mondtam, hogy két lehetőség van. Ugyanis ő azon nagyon kevés, hogy utána most, hogy jól tudom, hogy jól emlékszem, fejből 8 vagy 9 ember közül az egyik, aki Magyarország kormányának a tagja, hogy ő vagy tájékozatlan volt valóban annyira, hogy miniszterként se tudta, hogy mi fog történni, vagy a saját minisztertársai megvezették, magyarán mondva hülyének nézték, ezt mondtam így szó szerint, és ezt tartom most is. És azt is mondtam utána, hogy ez azért egy kicsit kétségbejtő, ha egy állampolgár belegondol, mert jelenleg Hende Csabára van bízva a teljes magyar honvédség és a fegyveres alakulatok. Na jó, de a légtérben például nincsenek a felhajtókon még megy a matricák, úgyhogy az ott rendben is van. Az igaz, de ha a kormány tagjaként fogalma sincs egyébként, hogy mi történik ebbe az országba, akkor azért örülnék neki, hogyha valami kevésbé megfogható tárcát vagy politikai feladatot kapna a jövőben, leginkább kerülni a kormánytagságot. Köszönöm szépen, hogy itt volt.